Sziasztok! A testvélében vagyunk, ami a test megújításáról szól. És biztos felmerült már bennetek, hogy ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy mit isztok. Amit mi isztunk, az alapvetően két kategóriába tartozik. Az egyik a tiszta víz. Ez azt jelenti, hogy lúgos és tisztított. A másik kategória, ez a finomabbik összetevője a dolgoknak, ez pedig a zöld lé. Ha nincs benne gyümölcs, akkor még lúgos is. Lúgosítás, ez nagyon jó. És elhoztam nektek Virágot, aki ehhez nagyon ért. Sziasztok, Virág vagyok, és zöld zsúzokkal foglalkozom. Hoztam nektek egy-két receptet, amit szívesen megosztok veletek, hogyha otthon is szeretnétek zöld zsúzt készíteni. Kell hozzá egy-két alma, kell hozzá két nagy marék spenót, római saláta, uborka, zeller, petrezselyem, gyömbér és egy kis citrom. Berakjátok a gyúszerbe, és már is kész a zöld zsúz, az első, amit esetleg megkóstoltok. Ennek vannak még egészségesebb változatai, az pedig az, amikor nem raktok bele gyümölcsöt. Az azt jelenti, hogy egyáltalán nincs benne cukor. Így van. Készítünk olyan dzsúzokat is, amelyek lehet készíteni olyan dzsúzokat is, amelyekben egyáltalán nincsen alma. De én azt javaslom nektek, hogy amikor először isztok, akkor mindenképpen egy kicsit édesítsétek, mert annál jobban kedvet kaptok ahhoz, hogy még finomabb, még lúgosabb, még zöldségesebb dzsúzokat csináljatok. Én tanultam Amerikában a Hippokrátész Intézetben, ami egy nemzetközi színvonalú intézet. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokan gyógyulnak meg náluk. És az a módszer, amit használnak, az a nyers étrendről és a zöld levekről szól. És annyira komolyan veszik a zöld leveket, hogy azt mondják, hogyha nem mondhatod azt, hogy részt veszel ebben a programban, hogy ezt csinálod otthon, hogyha nem iszol meg legalább napi egy liter zöld levet. Ez ennyire fontos. Ez így van, így van. Van még egy nagyon fontos személy, akit esetleg meg lehetne említeni. Róla egy gyúszert is elneveztek, hiszen ő találta fel. Norman Walker, ő volt, aki megcsinálta ezt a Norwalk nevezetű gyúszert. Ő is azt mondta, hogy a testet feltölteni és hagyni, hogy a test dolgozzon önmagáért, beindítsa azokat a folyamatokat, amelyek egészségessé teszik, vagy egészségesen hagyják, azok csak úgy érhetők el, hogyha naponta több liter zöldségdzsúszt iszik meg az ember. Nagyon fontos, hogy ez a dzsúsz egy olyan eljárással készüljön, ahol a zöldségnek meg a gyümölcsnek nem változik meg tulajdonképpen semmilyen szinten az összetevője, ezért ő ezt hidegen préseléssel érte el. Gyakorlatilag készített egy olyan dzsúszert, amely egyik oldalon ledarálja a zöldség egy gyümölcsöt, a másik oldalon pedig ezt a darálmányt kipréseli. Ezt így hívják ma, hogy cold press. Amerikában, külföldön már nagyon népszerű eljárás, mert hogy ez valójában csak zöldség és gyümölcs. Semmilyen hozzáadott adalékanyag, cukor nem szükséges, mert pontosan azt érezzük a dzsúzokban, ami abban benne van, életerőt. És még valami, hogy nem pasztőrozott, ez azt jelenti, hogy minden tápanyag benne marad, és az enzimek is. Úgyhogy hajrá, zsúzoljatok otthon! Hajrá. Szeretünk benneteket! Sziasztok! Sziasztok!